ez egy folyamatosan szántott terület. A szántás körülbelül ugye ilyen 30-40 centig, 20-40 centig inkább, azt mondanám, attól függ, hogy mennyire megy le a gép, és itt alatta összetömöríti a réteget. És hogyha ezt egy késsel így meghúzzuk, akkor erősen lehet érezni, hogy az a réteg volt bizony kemény és össze van tömörödve. Makádi Marian mutatja a nyíregyházi középiskolásoknak, mit rejtenek a talaj különböző rétegei, és ezekből milyen történetek olvashatók ki a természet és az emberi tevékenység szempontjából. A Debreceni Egyetem Agrárkutató Intézet és Tangazdaság Nyíregyházi Kutatóintézete is csatlakozott a Talaj Élete című kampányhoz, amelyet a Magyar Talajtani Társaság indított. Ehhez hasonlóan az országban még több mint 40 helyen állnak érdeklődők, hasonlóan nyitott talajszelvények körül. A talaj az egy élő rendszer, azt próbáltam itt is hangsúlyozni a gyerekek számára is. A monokultúrában ugyanaz a növény van folyamatosan benne, ugyanaz a gyökérrendszer, ugyanaz a tápanyagellátás. Nagyon fontos lenne a változatos növényi sorrend, az, hogy pillangós, kalászos és minden egyéb növény belekerüljön abba a talajba, ami az adott talajra alkalmas, tehát az adott talajon termeszthető. És nagyon fontos lenne az, hogy ne csak azt nézzük, hogy abból mennyi termés hozható le, hanem olyan növényeket is tegyünk a talajra, amik folyamatosan talajfedettséget biztosítanak. Ezeket hívjuk vagy zöldrágya növénynek, talajtakaró növénynek, amiből konkrét lehozható tápanyag nem lesz, de a szerves anyagtartalma ott marad a talajban, akár tehát a talaj feletti szerves anyaga és a gyökér által képviselt szerves anyag, és ezáltal a talajainkat tudjuk egy kicsit élővé tenni. A szakember hangsúlyozta, a talaj az egyik legfontosabb természeti erőforrásunk, ezért is fontos, hogy fenntartható módon műveljük. Makádi Marian úgy fogalmazott, az állandó szántás hatására a talaj felszíne elporosodik, másrészt az eke mélysége alatt kialakul egy tömörödött réteg, ami megakadályozza a csapadékvíz leszivárgását. Miközben a talaj az egyik legjobb víztározó tud lenni, ha megfelelő a szerkezete. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy jó úton, tehát egy régi környezeti feltételekhez igazodó szemléleten kellene most módosítanunk. Egyrészt azért, mert az a szemlélet, tehát az a működési rendszer a jelen környezeti helyzetünkben nem fenntartható. Változik az éghajlat, ami leginkább a hőmérsékletben és a csapadékban jelentkezik. Az ilyen fajta talajműveléseinkkel, talajhasználattal, amit most csinálunk, ez a változás nem kompenzálható, ehhez nekünk alkalmazkodni kell. Nekünk védenünk kell most már a talajainkat egy nagyon-nagyon sok negatív hatástól, ami részben konkrétan a mi hatásunk, akár a szántás, akár a szabad talajfelszín meghagyása, akár az éghajlatváltozásból adódó hatások. És erre megvannak a lehetőségek, megvannak a módszerek, ezeket kell eljuttatnunk minél több ember felé, és minél fiatalabb generációt célzunk meg ezekkel az ismeretekkel, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy a változás pozitív irányba fog bekövetkezni. Az eseményen az elméleti előadások után a talajszemelvény helyén, majd ennél az asztalnál folytatódott a diákok számára szervezett bemutató, ahol a talaj összetételével kapcsolatos kísérleteket is kipróbálhatták az érdeklődők.